Emléklapok átadásával vette kezdetét a gyulai tankerületi tanács keddi ülése. Az 5 évvel ezelőtt alakult grémium javaslattevő, véleményező és egyben döntéshozó testület, hangsúlyozta Teleki Szávai Krisztina. Feladata elsősorban a helyi, területi és térségi környezeti értékek összehangolása a tankerületi központ tevékenységével összefüggő oktatási célokkal. A tanácsvezető kiemelte, a január végi ülés lehetőséget ad egy átfogó értékelésre és a jövő céljainak megfogalmazására is. A mai ünnepi ülésen értékeljük a gyulai tankerületi központ tavalyi esztendőben végzett tevékenységét, kiemelten az infrastruktúrális fejlesztéseket, szakmai módszertani programokat, de emellett fókuszba kerül a pedagógusok új életpálya törvénye is, és szó lesz még az Országos Diákparlament és a tanulói érdekképviselet megjelenéséről is. A gyulai fiatalság is képviselteti magát a testületben. Horváth Sára, diák önkormányzati vezető, a Gyulán folyó diák életről számolt be. Az iskolánk diák önkormányzatának a feladatai közül én a legérdekesebbnek a tematikus napokat tartom, amelyek beöltözős napok, ezek a diák élet megszínesítésére alkalmasak, illetve nagyon kedveljük a sporteseményeket, közöttük legjobban a 6 órás röplabda bajnokságot, illetve az Országos Diákparlamentben még sajnos nem vettem részt, de nagyon várom, hogy a legkövetkezendő gyűlésen ott legyek, és tudjam segíteni. Nagyon különleges és aktuális témával a pályaválasztással készült a tanácsülésre Zámor Éda. Gimnáziumként feladatunk egyrészt az érettségi vizsgára, másrészt pedig a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés, és bizony 2024-ben nagy változások mutatkoznak, és szeretném a hallgatósággal megismertetni azt, hogy egészen pontosan melyek ezek a változások, illetve az erkeles adatainkat is szeretném bemutatni, amely azt fogja prezentálni, hogy vajon az Erkel gimnáziumban végzettek hány százaléka, és hova veszi az irányt a gimnáziumunkból. A települési önkormányzatok képviseletében a Kisvárosok Szövetsége delegáltjaként vesz részt a tanács munkájában Görgényi Ernő. A polgármester kiemelte, azért is fontosak az olyan fórumok, mint a tankerületi tanács, mert lehetőséget teremtenek az iskola rendszerrel történő élő kapcsolat ápolására. Beszámolnak például a képviselő testület számára, a tankerületek az egész országban, vannak más lehetőségek is, és egy intézményes fórum a tankerületi tanács, amelybe az önkormányzati szövetségek is delegálnak tagot, ebben a tankerületben engem delegáltak, illetőleg nemzeti pedagógus kar, diák önkormányzatok, így aztán minden érintett résztvevő, a pedagógusok képviselői, az önkormányzatok képviselői, a diákok képviselői is részt vesznek ebben a tanácsban. A tankerületi tanács részeként működik az antiszegregációs munkacsoport, mondta Kepenyes András. A csoportvezető kiemelte, állandó feladatuk, hogy valamennyi gyermek egyenlő esélyeket kapjon, és olyan programokban vegyen részt, amelyek a deszegregációs folyamatokat erősítik. Több nagy pályázatban veszünk részt, az egyik ilyen a Lázár Ervin program, amely Magyarország összes intézményére, így a gyulai tankerületi központ illetékességi területén lévő állami és nem állami intézményekre is vonatkozik. Biztosítjuk, illetve az állam és így a tankerületi központok is biztosítják azokat a kulturális, színházi, cirkuszi látogatásokat, amelyek nyilván az összes gyermeknek lehetővé teszik akár Budapesten, akár vidéki kőszínházakban olyan színvonalas előadásoknak a megtekintését teljesen ingyenesen, amelyek nyilván az ő lelki egészségüket rendkívül módon erősítik. Emellett részt veszünk azokban az esélyteremtő programokban, amelyeknek eredményeképpen most már mindegyik diákunk rendelkezik személyes notebookkal. Az újabb 5 évre megválasztott tankerületi tanács munkája a jövőben is segíti a hosszú távú köznevelési igazgatási célok összehangolását a megalapozott fenntartói döntéshozatalban.